Vannak dolgok, amikről nem beszélünk, vagy nem beszélünk eleget. Az egyik ilyen a balesetek. Mi történik, hogyha balesetet szenvedsz? Ugye az élethez szerencse is kell, és nem csak te lehetsz a hülye. Én is úgy gondoltam, hogy velem ilyen nem fog történni. Aztán az élet rácáfolt, és 2022. július 27-én este 7 óra magasságában nagyjából rám borította a tapasztalatok jelentős halmazát, amit szeretnék veletek megosztani egy 3 részes videósorozatban, nem azért, mert a sajnálatotokra van szükségem, igazából kipróbáltam, attól nekem nem fáj kevésbé, hanem azt szeretném, hogyha egy picit így elgondolkodnátok, mielőtt elkezditek húzni a gázt ész nélkül, amikor lejön egyszerűen a lila függöny, és annyi esélyetek vagy szerencsétek legalább legyen, hogy nem saját magatokat hozzátok veszélyes helyzetbe. Azért, hogy fogyasztható legyen ez a mennyiségű információ, ezért 3 részre bontottam őket. Az első, azt, hogy milyen sérüléseket szenvedtem el a balesetnek köszönhetően, hogyan tart a felépülés, milyen testi és egyébként lelki következményei vannak az egésznek. Hát akkor, csapjunk is bele. A baleset idején természetesen teljes protektoros ruházat volt rajtam, tehát a Kressz által előírt bukósisakon kívül volt rajtam gerincvédő, volt rajtam kabát, volt rajtam láthatósági mellény, volt rajtam kesztyű, csípő és térprotektorral ellátott nadrág, valamint a korábbi videókban is már látható TCX sportcsizma. Most mindezek ellenére sikerült olyan szerencsétlenül esnem, hogy az esés következtében eltört a kulcsontom, többszörösen eltört a lapockám, és gyakorlatilag szétszakadt a combom, amiben sérültek az izmok, sérültek a szallagok, és sérült a nyáktömlő. Hát az a helyzet, hogy kibírtam röhögés nélkül. Az első érdekes tapasztalat az volt, hogy a nagy mennyiségű adrenalin mire képes. Amikor így visszajött a tudatom, akkor igazából nem éreztem fájdalmat, azt úgy éreztem, hogy elment a bal vállam a lecsóba, mivel nem tudtam megemelni a kezemet, és bár addigra már ott zsizsegtek a rendőrök meg a mentősök, de itt jött a második érdekes tapasztalás, ez pedig nem más, mint az aranyhal effektus. Megtalált engem a baleset egyik szemtanúja, és ő mesélte el nekem, hogy saját magam húztam le a bukósisakomat, és vetkőztem le, és megkérdeztem a jelenlévőktől, hogy mi történt. És mondták nekem, hogy összeütköztél egy biciklisre. Úristen, a biciklis! Elmentem, megnéztem a biciklist, majd eszembe jutott, hogy a motorom! Elsétáltam a motoromhoz, lefényképeztem a motort, majd visszamentem, és megkérdeztem, hogy mi történt. És ezt eljátszottam nagyjából 10-szer. Az emlékeim onnantól kezdve jöttek vissza, amikor már a mentők is ott voltak, és próbálnak beterelni a mentőautót. Miután beültettek, kérdezték, hogy hol fáj, mit érzek, mondtam, hogy a vállam az biztos, hogy elment a kukába, és mondták, hogy egy kicsit olyan furcsán lépkedtél, akkor vegyük már le a nadrágot. És amikor lehúzták a nadrágot, akkor olyat láttam, amilyet előtte még sosem, gyakorlatilag majdnem a csontomig beleláttam a térdembe. Majd a videó végére a nagyon kitartóknak az utolsó másodpercre bevillantom. Természetesen ott a mentőben azonnal bekötötték ide a vénámba a kanült, és kaptam olyan fájdalomcsillapítót, amivel igazából további fájdalmak nélkül viseltem a mentővel való utazást egészen Ajkáig, ami Ábrahám hegytől azért olyan 40 percnyi távolságra volt. Közben egyébként nagyon jót beszélgettünk a motorozásról, a motorozás kockázatairól. Valószínűleg a fiúk nem először láttak ilyen balesetet. Ajkán aznap éjszaka megengedte, hogy névvel együtt említsem, Somorai István doktor úr volt ügyeletben a traumán, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel a lehető legjobb kezekbe kerültem, még az éjszakás műszakban, ügyeletben összevarta a térdemet,
és stabilizálta az állapotomat, elküldött MR-re, elküldött röntgenre, és utána felkerültem az osztályra. Itt nagyjából 2 napig voltam, amíg megtörtént a műtéti előkészítés, és 29-én levittek, hogy egy titánlemezzel és 9 csavarral összerakják a kulcsontomat, és a helyzet az, hogy olyan szépen megvarta, hogy amikor itt Budapesten már sebkötözésre jártam, akkor a csodájára jártak, és azt kérdezték, hogy ez vajon diplomamunkának készül. Nézzétek meg nyugodtan, gyakorlatilag alig látszik. És ha már megemlítettem a doktor urat, akkor meg kell említenem azt a seregnyi tündéri ápolót, aki a traumán dolgozott, mert eszméletlen fáradtan, eszméletlen leterhelten, de nagyon kedvesen és lelkiismeretesen végezték el a munkájukat magára az ellátásra, azon kívül, hogy a legendáknak megfelelően tényleg meglehetősen szar a kórházi koszt, de hát arról nem ők tehetnek, azon kívül semmilyen kifogásom nem lett. Aztán természetesen augusztus elejére 6 napi kórházi kezelést követően kiengedtek a családom visszahozott Budapestre, a motor továbbra is Tapolcán a rendőrkapitányságon pihent, és elkezdtem járni a Jánosba, ahol először megállapították, hogy a lapockámat nem kell szerintük hűteni, viszont december közepén 5 hónappal a baleset után, amikor elmentem kontrollra, akkor a röntgenfelvétel a Jánosban kimutatta azt, hogy a kulcsontom még mindig nem forrt össze. Úgyhogy akkor kezdtem el nagyon nagy dózisban K2, D3 vitaminokat szedni, kálciumcitráttal együtt, és ezt nektek is javaslom csonttörés esetére. Aztán persze mondhatjuk azt, hogy a csonttörés az rettenetes dolog, de elmondom, nem a csonttörés fáj. Sokkal jobban fáj az, hogy föl van rögzítve a karod, és nem mozgatott több héten keresztül, és azok az izmok annyira elsorvadnak, és annyira becsomósodnak, bekötnek, hogy amikor elkezdődik a rehabilitáció, akkor valójában ott fogsz igazán fájdalmakat érezni. Persze mondhatjuk, hogy vannak kiváló fájdalomcsillapítók a piacon, a helyzet az, hogy nekem egyik sem jött be, azon kívül, amit intravénásan adtak a traumán. Az egyiktől, konkrétan az aflamintól, nem csak ilyen irányba, hanem így is elkezdtem szédülni, úgyhogy nagyon gyorsan abbahagytam a szedését, és amikor eljutottam oda, hogy elkezdek algoflexet szedni, vagy bármi mást, akkor azt vettem észre, hogy mintha lereszetelné a fájdalom tűrő képességemet, és utána sokkal jobban fájt minden, úgyhogy elhagytam teljes egészében már így nagyjából az elején, és arra jöttem rá, hogy a fájdalom az olyan, amit vagy megszoksz, vagy elmúlik. A rehabilitációm a TB által finanszírozott 28 alkalmas váltornából állt nagyjából, valamint emellett a reumatológia még elküldött a Gellért gyógyfürdőbe is. A TB alapon csoportosan biztosított gyógytorna jó, de arra, hogy elinduljon az izmoknak, meg az izületeknek a mobilizációja. Ahhoz, hogy valódi eredményt érjünk el, ahhoz sajnos bele kell tenni a pénzt, és el kell menni magámba. Én a Physio Plusnál találtam meg azt, hosszú, mondjuk azt, hogy megrekedés után, ahol nagyon kevés alkalmat követően gyakorlatilag drámai változások álltak be, és mi korábban úgy voltam, hogy 2 kilót nem tudtam a fejem fölé emelni, gyakorlatilag a 3. foglalkozás végére, hát nem mondom azt, hogy jól esett, de már meg tudtam oldani ezt a feladatot. A Physio Plusnál egyébként az is nagyon sokat segített nekem, hogy nem egyszerűen egy gyógytornászhoz mentem, hanem egy gyógytornász és manuál terapeutához, Dórihoz, aki csak veled foglalkozik, 55 perces egy foglalkozás, és hogyha valamelyik gyakorlat éppen nem úgy megy, akkor fölfektet az asztalra, csavargat, nyújt rajtad egy picit, megnyomogatja, soha nem kellett még ennyit a fájdalmaimról beszélni, és akkor megpróbáljuk újra, és szó szerint lépésről lépésre rakjuk össze a dolgot,
ami azért kell, hogy visszaépüljenek azok az izmok, amik egyébként nem fogjátok elhinni, de rettenetesen gyorsan leapadnak, és gyakorlatilag, amikor odamentem, akkor hiányzott a fél hátam. Most így 2023 áprilisában, 8 hónappal a balesetet követően ott tartok, hogy például függeszkedni abszolút nem tudok, a napi életvitelemet el tudom látni, minden nap igyekszem tornázni, heti legalább egy vagy két alkalommal járok privát gyógytornára, de vannak mozdulatok, amik fájdalmat okoznak, továbbra is balkézzel, például amikor fölnyúlok a kabátomért, meglökök egy nagyobb ellenállású ajtót, vagy bent az autóban, amikor próbálok balra kormányozni, úgyhogy egyelőre nem tudom, hogy mikorra mondhatjuk azt, hogy teljes egészében felépülök. A legutóbbi márciusi kontrollvizsgálatom eredményei azt mondják, vagy azt írják, hogy a bal váll tartós funkció csökkenése várható. Foglaljuk össze a tanulságokat. Az első, az élethez szerencse is kell, és nem csak te lehetsz a hülye. A második, a kórházi kaja tényleg szar. A harmadik, az állami egészségügyben nagyon lelkiismeretesen dolgoznak, de rettenetesen leterheltek, ezért lehet, hogy nem jut rád elég figyelem. Legyél türelmes, ne hisztizzél be, bárki, aki a traumán fekszik, hidd el, hogy neki is nagyon súlyos problémája van. A negyedik tanulság az, hogy a fájdalom vagy elmúlik, vagy megszakod. Mostantól kezdve meg nem számolom. Ha hasonló helyzetben kerülsz, vedd komolyan a gyógytornát. Csináld meg az államit, és utána fordulj magánhoz. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyit számít a felépülésedben. És a legfontosabb, amiért ezt a videót valójában elkezdtem csinálni, hogy lássál túl a saját nyomorodon, mert ilyenkor nem csak te fogsz balesetet szenvedni, hanem a közvetlen környezeted is. És ez bár testileg téged visel meg elsősorban, lelkileg őket is rettenetesen megfogja. Én soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor 6 nap után hazamentem a kórházból, és a kislányom egy fél órán keresztül zokogott a nyakamban, hogy apa, azt hittem, hogy meg fogsz halni. Emellett pedig a feleségemre is nyilvánvalóan sokkal több feladat hárult a későbbiekben, hiszen nem tudtam az elején úgy részt venni a családi dolgokban, mint korábban. Úgyhogy legyél hálás a környezetednek, és nyugodtan vedd számításba, hogy nekik is ugyanolyan szar, ha nem rosszabb. A következő részben arról fogunk beszélni, hogy milyen hatása volt ez a karrieremre, az anyagi lehetőségeimre, és hogy a közigazgatás, mint a rendőrség és az ügyészség, az milyen módon kezelte a dolgokat és milyen sebességgel. A harmadik részben pedig megnézzük azt, hogy ezt az anyagi dolgot hogyan sikerült biztosítások kapcsán egy kicsit mondjuk azt, hogy egyenesbe hozni, és ott szerintem beszélünk arról is, hogy hogyan adtam el a roncs motoromat. Ha hasznosnak találtad ezt a videót, akkor maradj velem a következő részekre is, iratkozzál fel a csatornára, hogy ne maradj le róla, azt is megköszönöm, hogyha megosztod, és további jó motorozást és balesetmentes közlekedést kívánok neked. Csákó!